A Líceum kápolnájában Szilasi Alex zongora művész koncertjével kezdődött a lengyelest, melyen Lengyelország újjászületésének 100. évfordulóját ünnepelte az Egri Lengyel Önkormányzat és az Egri Polonia Klub. 1795 után Lengyelország eltűnt a térképről, de mégis 123 éven keresztül tovább élt az emberek szívében, a nyelvben, a irodalomban, a szokásokban, a zenében. És végre elérkezett a nagy év, 1918, amikor a lengyelek óriási lehetőséget kaptak, hogy Lengyelország újból alakuljon. Az Egri Polonia Klub 2006-ban alakult. Céljai között szerepel, hogy összefogják az Egerben élő lengyeleket, mondta az egyesület elnöke. Körülbelül 30-40 tagja van az egyesületnek, de sokan vannak olyan fiatalok, akik vegyes házasságból, és hát többek között, hogy a vegyes házasságban megőrizni a nyelvet, és több gyerek is van, és hát ez egy nagyon fontos dolog. Tehát tulajdonképpen ezt a nemzeti öntudatot, ezt a lengyel öntudatot megőrizni. A városi és a lengyel önkormányzat szoros barátságot ápol évek óta. A lengyel-magyar barátság az már az Árpád-kortól kezdve megrendíthetetlen, és hát Eger sem szeretne ebből kimaradni. Ez az egyik oldala, a másik oldala pedig az, hogy azért azt tudomásul kell vennünk, hogy a lengyel turisták és a lengyel emberek nagyon-nagyon közel állnak az Eger városában élőkhöz, nem csak az itteni lengyel önkormányzat, akik nagyon-nagyon sok munkát fektetnek abba, hogy még színesebb legyen a város kulturális élete. Az est folyamán fellépett a polonéz lengyel néptánc együttes, valamint svédasztalos vacsorán keresztül mutatták be a hagyományos és modern lengyel ízeket.